Többek között ilyen vidám dallamok is elhangzanak a HEP című cirkuszi bohócjátékban. A Bartók Kamara Színház új darabja elsősorban a gyermekeknek készült. Hát én imádom, mert ez ilyen nagy, nagy ilyen uh, csobbanás, mert kiász a rajtkőre, ugrasz egy fejest, végtolod, és akkor a végén. Tehát egy ilyen nagy levegővétel az egész nagyjából, mert jó, jó értelembe véve nagyon-nagyon merós, sok energiát kíván, de hát ugyanazt az energiát visszakapjuk majd a gyerekektől. A történet szerint a cirkuszi előadás egy olyan produkciót mutat be, amelyben három mutatványos segítségével attrakciókként elevenednek meg a gyermekek életének mindennapi nehézségei. Például, amíg a reggeli gyors felöltözés és a biciklizés akrobata szám, addig a nehéz iskolatáska erőművészi attrakció. A darabot Ellinger Edina Bábszínházi szakember rendezi aki egy olyan előadást tervezett, amely a bábszínházat és az élőszínházat is magába foglalja. A produkciónak a lényege az igen egyszerű, a gyerekeknek a mindennapi problémáit felnagyítjuk cirkuszi attrakciókká. Ugye azt szokták mondani a gyerekeknek általában, hogy addig jó, amíg gyerekek vagytok, és addig könnyű az élet. Igazából most azt szeretnénk megmutatni, hogy ez nem teljesen így van, mert a gyerekek is nap mint nap bizonyos próbatételek elé vannak állítva. Az attrakciókat frenetikus fregoli, kovakő, kolosszus és tündéri Tintillat Tolmácsolásában ismerheti meg a közönség. Nagyon szeretem, hogy inkább ezt a női vonalat vinni, hogy tényleg, amikor káosz van, meg katasztrófa van, akkor a nők mindig tudják, hogy általában, hogy mi az irány vagy, hogy hogy lehet ezt egy kicsit helyrehozni, helyrepakolni. A darab próbái tehát már javában zajlanak. Az 50 perces előadásra elsősorban az 5 és 9 év közötti gyermekeket várják. A premier május 29-én 17 órakor tekinthető meg a Bartók Kamara színházban.